Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A közelmúltban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját az értelmi sérülteket szolgáló társadalmi szervezetek és alapítványok országos szövetsége, mely intézménnyel Rákosmente önkormányzatának 2015 óta van együttműködése. Hogy mi áll az ÉTA működésének középpontjában, erről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Pap Ágnest, az ÉTA szövetségének elnökét. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket is. És először is hagyj gratuláljak ehhez az évfordulóhoz, és mielőtt akkor beszélnénk arról, mert ezt egy remek születésnap keretében ünnepelték meg az Önök székházába vagy székhelyén, először beszéljünk arról, hogy mi áll az ÉTA működésének középpontjában. Köszönöm szépen a gratulációt. Az ÉTA egy országos elnökszervezet, országos hatáskörben 62 alapítvánnyal és egyesülettel, és túlnyomó többségében értelmi, illetve halmozottan fogyatékossággal élő gyermekkorú és fiatalkorú felnőttekkel foglalkozik, illetve az ő családjaikkal és az őket ellátó szakemberekkel. Maga a szervezet vagy szövetség hány embert foglal magába, és hány emberrel foglalkoznak úgy nagyságrendileg? Akik a látókörébe vannak a szövetségnek, ez 9-10 ezer ember országos szinten, és hát főállású alkalmazottjai is, munkatársai is vannak a szövetségnek, és megbízással, tehát úgy szoktuk ezt hívni, hogy külsőkörös kollégákkal is dolgozunk. Ez attól függ, hogy éppen milyen feladatot és tevékenységet látunk el. Hogyha itt értelmi sérültekről beszélünk, itt milyen típusú, milyen fajta fogyatékosságról kell, hogy beszéljünk? Ez különböző szintű értelmi fogyatékosság, tehát a megismerő tevékenység, a kognitív funkciók zavara, de ez nagyon sok esetben társul egyéb érzékszervi működési problémákkal, mozgás korlátozottsággal, bármi mással, hogyha halmozott sérülésről beszélünk. Fizikai értelemben milyen módon nyújtanak segítséget? Többféle módon. Ugye az ernyőszervezet, tehát az ÉTA szövetségről tudni kell, hogy érdekvédelmi feladatokat lát el, szolgáltatást nyújtó programokat ad a látókörébe tartozó tagszervezeteknek, és fontos, hogy nem csak a tagszervezeteinknek, hanem a szövetségnek vannak együttműködési megállapodásai is más társ szakmai szervezetekkel, illetve például a 17. kerületi önkormányzattal, és akkor ezekhez tartozó szakemberekkel is folyamatosan találkozik, és az ő számukra is elérhetőek a szolgáltatások, illetve a különböző tevékenységek. Tehát ahogy mondtam, érdekvédelmi feladatokat látunk el, különböző életminőségjavító szolgáltatásokat nyújtunk, valamint speciális képzéseket, érzékenyítő és szemléletformáló képzéseket tartunk. Ez a három fő oszlopa a tevékenységünknek, és hát természetesen mindig, amit még az élet fontossá tesz, hogy figyeljünk erre, hogy konkrét legyek, hát túl vagyunk, remélem, hogy túl vagyunk, vagy bízunk abban, hogy túl vagyunk egy nagyon súlyos járvány időszakon, és ez például azt a szükséget hozta, hogy a látóterünkbe tartozó munkatársakat, kollégákat meg kell segíteni mentálisan mindenképpen, tehát ezt mentálhigiénés programokkal próbáljuk megsegíteni, és ugye azt gondoltuk, hogy ha vége lesz a Covid-nak, akkor könnyebb lesz ilyen tekintetben a helyzet, és azt látjuk, hogy nem hogy nem lett könnyebb, hanem még talán nehezebb is lett úgynevezett post-Covid tekintetben, hiszen pszichésen nagyon nagy károkat okozott ez a sérült embereknél is, és az őket ellátó munkatársaknál is, és hát természetesen a családtagoknál is. Tehát, hogy igyekszünk ezeket a mentál higiénés programokat sűríteni, gyakoribbá tenni.
Ha már ezt szóba osztani is, nyilván ezzel szerettem volna folytatni, hogy a világjárvány az elmúlt éveinket alapvetően meghatározta, és bár, ahogy említette, remélhetőleg valamennyire túl vagyunk már rajta, de még mindig itt van, bár ugye jelenleg nincs korlátozás, vagy fennálló korlátozás az országban, és hogy ezeket a bizonyos érzékenyítő foglalkozásokat szintén említette, mondhatjuk, hogy az önkormányzattal ez az egyik fő együttműködési pillérük? Igen. 2015 óta van egy nagyon aktív, hála a Jóistennek, nagyon aktív együttműködési megállapodás Rákos Mentével, és ennek az egyik fontos része az iskolákban, kerület iskoláiban zajló érzékenyítő, illetve szemléletformáló programok, illetve a kerület egyik iskolája részt vesz a közösségi szolgálati programunkban, illetve aktív helyszíne az ÉTÁ-nak a kerületi szociális területen dolgozó munkatársak részvételével a mentál higién és alkalmaknak, hiszen ha jól van benne a fejemben, akkor 3 alkalommal már itt a kerületben is tartottunk mentál higién és segítő foglalkozásokat, és a visszajelzések nagyon-nagyon jók voltak, úgyhogy őszintén remélem, hogy ezt ebben az évben is fogjuk tudni folytatni tovább. Ugye szóba hozta szintén is említette, hogy most, ami leginkább kiemelendő, az a bizonyos post-covid szindróma. Hogy egy kicsit erről beszélünk, mik azok az visszatérő fizikai és mentális vagy szellemi tünetek, amikre panaszkodnak a post-covid keretében az emberek, amiktől mondjuk szenvednek? Hát amit én tapasztalok, illetve kapok reakcióként, amikor egyeztetünk a szakemberrel, aki vezeti ezeket az alkalmakat, ő egy pszichiáter, pszichológus, mentálhigiénés szakember, és szeretném megemlíteni a nevét, azt gondolom, hogy mindenképpen tudni kell róla, őt úgy hívják, hogy dr. Preisz Éva Eszter. Tehát amikor Évával erről egyeztetünk, akkor, vagy beszélgetünk, akkor egyértelműen elhangzik a folyamatosan visszatérő fáradtság, a bizonytalanság, a jövőtől való bizonytalanság, hogy most ugyan nincsen, de mi lesz, hogyha újra visszajön, és hogy nem volt honnan, ugye, amikor volt a pandémiának az a része, amikor be voltunk zárva elég sokáig, hogy akkor mi lesz, hogyha megint el leszünk zárva az emberektől. El is szoktunk egyébként, azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy ez például egy nagyon fontos része ennek a programnak, hogy ezt nem online felületen csináljuk, hanem, vagy zajlanak ezek a programok, hanem személyes jelenléttel. Vagy az ÉTA központjában, a konferencia termükben, vagy a szakember elmegy helyszínre, vidékre, alapítványokhoz, egyesületekhez, illetve ide is a kerületbe, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban zajlanak általában ezek az alkalmak. Tehát hogy fontos az, hogy újra megtanuljanak az emberek egymással együtt lenni és beszélgetni, mert ez ügyben nagyon-nagyon sokat ártott a COVID. Ez lehet ön szerint az egyik fontos kulcsa, hogy újra közösségbe menjünk? Mert nyilván személyspecifikus, de ön szerint mennyi idő kell, vagy hogyan lehet ezen magát az embernek túltennie? Ahogy mondja, teljesen személyiségfüggő ez, hogy ehhez mennyi idő kell, de hogy el kell kezdeni, igen, újra közösségekbe járni, baráti társaságokba járni, és nem elfelejtve azt, hogy természetesen az eddigieknél azért jobban kell magunkra vigyázni, mert hogy megtanultuk az elmúlt időben, hogy bármikor bármi történhet, de ez nem azt jelenti, hogy be kell zárni magunkat a négy fal közé, vagy önmagunkba. És hogy ezeknek a programoknak, az ÉTA programoknak is összességében célja az, hogy közösségépítő legyen, és hogy újra tudjunk együtt örülni, ünnepelni, akár egy szülinapnak is. És azt látom, hogy nagyon óvatosan, de kezdenek nyitni az emberek felé, legalábbis akik körülöttünk vannak. Bízunk tehát abban, hogy a nyári jó idő kapcsán majd nagyon sokan ki fognak menni, és tényleg próbálnak valahogy ezen túljutni. És kiválóan átkötötte nekem a következő témámat, ugye ezzel az akár ünnepelhetünk együtt születésnapot is, mert hogy ezzel szerettem volna egy kicsit vidámabb témával folytatni. Ugye, ahogy mondtam, fennállásuk 25. születésnapját ünneplik ebben az esztendőben is. Mondhatjuk, hogy méltó módon megünnepelték, hogyan zajlott ez a bizonyos esemény? Igen, ezt mi mindig úgy a jubileumi évünket, a 20-at is, és most a 25. születésnapi évünket
évünket úgy szoktuk ünnepelni, és most is ezt tesszük, hogy rendezvény, esemény sorozatokkal. Minden hónap, minden évszakhoz kötünk egy rendezvényt, és a tavaszi rendezvényünk az első elemén vagyunk túl a születésnapi programsorozatunknak. A nyáron, a nyári programok keretében is gondolkodunk a valamin, ami méltó módon ünnepel meg bennünket, hogy így mondjam, és a fő eleme az a szeptemberi nemzetközi konferencia, szakmai konferencia lesz szeptember végén, és akkor az év végén pedig egy hálaadó szentmise lesz értünk, és persze mindannyiunkért. És ahogy említette, április 30-án volt egy sajtótájékoztatóval és könyvemutatóval egybekötött szakmai napunk, és ez volt az első programelem. Ha meg lehet kérdezni, ez a bizonyos könyvemutató mit tartalmaz, hogy miről szól ez a könyv, amit kiadtak? Igen, a Fénykapu című könyv, ez az egyik tagszervezetünk, a Debreceni Fényfelé Alapítvány elnökasszonya, dr. Schuller Márta az elmúlt 30 év szakmaiságát foglalta össze, írta le egy könyvben, hogy milyen út vezetett mondjuk a régebben használt egészségügyi, nagy létszámú egészségügyi gyerekotthonoktól a lakóotthonokon át egészen a támogatott lakhatás szolgáltatásig, és hát persze, hogy kikkel és hogyan kellett együttműködni, akár szakmapolitikai, akár pedig civil szektor szinten. Tehát ez egy 30 éves anyag összefoglalója, szubjektív véleményekkel, tapasztalatokkal, élményekkel és természetesen szakmaisággal. A másik pedig egy kiadvány, ez pedig a Fiatalság titka, ez a cím ennek a kiadványnak. Ezt egy másik tagszervezetünk, a Szép Jelen Alapítvány elnöke állította össze, és ez pedig azt a témát feszegeti teljesen könnyen érthető kommunikációs módon, hogy milyen lépésekkel lehet a hit közelségét közelhozni mondjuk értelmi fogyatékossággal élő emberek számára, és hogy mi az, amit a többségi társadalomban élők tanulhatnak mondjuk egy értelmi fogyatékossággal élő embertől, és hogy milyen utakon teheti ezt meg, és ez képekkel és idézetekkel illusztrálva tették meg, és mind a két alkotás, hogy így mondjam, nagyon, nagyon olvasmányos, könnyen érthető mindenki számára. A Fénykapu azért az egy szakmaibb, tehát szakemberek számára is nagyon fontos lehet, és a Fiatalság titka az pedig egy kulcs lehet az értelmi és halmozott fogyatékossággal élő emberekkel való kommunikációban. Tehát mind a kettő a maga nemében nagyon-nagyon fontos, úgyhogy örültem, mint a szervezet vezetője, hogy összetudtuk ezt így kapcsolni, és hát nagyon nagy érdeklődés volt a könyv és a kiadvány iránt. Ez volt a délelőtti időszak, és a délutáni szakmai részében a napnak pedig azt a kérdést jártuk körbe, hogy mi történik a nyugdíjas korú, vagy a nyugdíjas korhoz közel álló értelmi, hogy halmozottan sérült emberekkel, hogy milyen intézményrendszerben kapják ők a számukra megfelelő ellátást, a család milyen segítséget kap, hiszen ha belegondolunk, akkor lehet, hogy már a családtagok sem élnek mellette, és akkor ezt nekünk meg kell oldani. Tehát, hogy ez társadalmi és állami és civil feladat, hogy ezt megoldjuk, és erről volt egy közös gondolkodás. Hát van mit tenni ez ügyben, úgyhogy ezt még folytatni fogjuk a konferencián is, ezt a témát.
Illetőleg van egy állandó kiállításuk is, ugye? Eznek mi a tematikája? Igen, korábban volt egy olyan programja az ÉTÁ-nak, hogy vándorkiállítás. Ugye, hát ezt is a Covid leállította, hogy így mondjam, és hogy ezért mégiscsak megtartsuk ezt a fajta művészeti programunkat is. Hát alkalmazkodtunk a helyzethez, és állandó kiállításokká alakítottuk a vándorkiállítást, és ez pedig azoknak a tagszervezeteinknek, akik ilyen művészeti programokkal foglalkoznak, festészettel, könyvírással, adunk felületet, hogy megmutassuk az ő munkáikat, és a Lámpás 92 Alapítvány nevű tagszervezetünknek van egy állandó kiállítás az ÉTA központjában, és ott lehet látni ezeket a képeket, és minden évben cserélődnek ezek a munkák, és hogy nagyon örültem annak, hogy amikor ezek a programok zajlanak az ÉTA központban, akkor akik oda jönnek, láthatják ezeket a festményeket, rajzokat, mert hogy nagyon tehetségesek a fiatalok. Hallgatván ezt a sok-sok fontos témát, megint csak azt tudom mondani, hogy bárcsak lenne még időnk, mert annyi minden fontos, tényleg fontos témát érintettünk, és ahogy mondta, valóban van mit még tenni. Viszont elszaladt a műsoridőnk, és itt zárásképpen egyfajta összegzésében gondoltam itt a végén föltenni még azt a kérdést, hogy ugye 25 év, hogyan látja, és nyilván lehet, hogy nem lesz erre egyszerű válaszolni, 25 év elteltével most ott tartanak, ahol annak idején elképzelték? Bár ezt úgy teszem fel ezt a kérdést, hogy gondolom, még a következő 50 évre is rengeteg tervük van. Hú, ez egy nehéz kérdés. Nyilván a mostani világ nem nagyon engedi meg, hogy túlságosan előre gondolkodjunk, de hát azért nyilván vannak stratégiai, közép, rövid és hosszú távú stratégiai tervek. Erre mi azt szoktuk mondani az ÉTA elnökségével és kollégákkal közösen, hogy tennivaló mindig lesz. Sajnos egyre inkább, egyre több rászoruló, segítségre szoruló ember van minden vonatkozásban. Nagyon fontos a súlyozása ezeknek a feladatoknak. Például a szülinapok arra is jók, hogy összegezzük, hogy honnan, hova jutottunk. Én remélem nem tűnik nagyképűnek, de azt azért kimerem mondani, hogy azt, amit korábban elterveztünk az ÉTÁ-val kapcsolatban, hogy láthatóvá tegyük, hogy pozícionáljuk, hogy igazából mi a feladata, mi a fő feladata, mi az, amit tennie kell. Ezt megtettük. De ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, hanem azt jelenti, hogy még nagyobb felelősséggel, amikor már egy szolgáltatásokat nyújtó ernyős szervezet próbálta több-kevesebb sikerrel pozícionálni magát, akkor ehhez képest azért azt nagyon pontosan kell tudni, hogy akkor mi az az út, amin megyünk tovább mondjuk középtávon, és én tovább nem is nagyon mernék tervezni, de hogy alapvetően ezek a feladatok maradnak. Nyilván, ahogy az élet hozza, lesznek új feladataink, amiknek igyekszünk megfelelni, és hát mindig aktualizálni ezeket a dolgokat, és fölvesszük a fonalat és a ritmusát az életnek. Én viszont ezzel együtt is egyrészt gratulálok az évfordulóhoz, a születésnaphoz, és még legalább kétszer-háromszor ennyi sikeres esztendőt kívánok, és őszinte elismerésem azért a sok fontos dologért, amit tesznek az emberek. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást is. Mi is köszönjük még egyszer, hogy elfogadta a felkérésünket. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!